Tisztelt Országgyűlés, Muki Erzsébet, az LMP képviselője, azonnali kérdést kíván feltenni az emberi erőforrások miniszterének. Mit tesz a kormány a nyugdíjas társadalom szétszakadása ellen címmel? Miniszter úr, halaszatlan közfeltállátás miatt válaszadásra Rétvári Bence államtitkárulat jelölte ki. Igen, képviselőasszony jelzi, hogy elfogadja a válaszadó személyét, öné a szó. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt államtitkár úr! A nyugdíjas társadalom nagyon gyors ütemben szakadt szét. A minimál nyugdíj még mindig 28.500 forint, több mint 10 éve, és úgy látszik, hogy a kormánynak nincs is szándékában emelni, pedig az élelmiszer árak extrém módon nőnek. Gondolom, hogy abban egyetérthetünk, hogy ekkora összegből nemhogy tisztességesen nem, de sehogyan sem lehet megélni. Ma Magyarországon 47.000-en 50.000 forintnál kevesebb nyugdíjszerű ellátást kapnak, és közel 600.000-en pedig 100.000 forint alattit, miközben tudjuk azt, hogy most már jó néhány nyugdíjasnak a nyugdíja 2 millió forintnál is magasabb. A nyugdíjasok jelentős része nem csak a nyugdíjas társadalmon belül szakad le, hanem nő a távolság az aktív dolgozókétól is. Mindezt tetézi, hogy a kormány a nyugdíjasokon akar spórolni, jövőre 2,8%-os inflációval számol, miközben a Magyar Nemzeti Bank több mint 3%-ot jelzett előre. Ez azt jelenti, hogy a kormány hónapokon keresztül kamatmentesen akarja használni a nyugdíjasoknak járó pénzt. A nyugdíjas társadalom szétszakadását mihamarabb meg kell állítani. Elfogadhatatlan, hogy a nyugdíjemelés még mindig csak infláció követő, és a nyugdíjasok nem részesülnek a gazdasági növekedés hasznából. Az is elfogadhatatlan, hogy miközben az alacsony nyugdíjasok maximum néhány ezer forint nyugdíjemelést kapnak, a magas nyugdíjasok akár több tízezer forinttal is többet vihetnek, vagy többet kaphatnak. Államtitkár úr, azt kérdezem, hogy mit kíván tenni a kormány a méltányosabb időskorért, hogyan kívánja emelni az alacsony nyugdíjakat, mit tesz az egyre növekvő egyenlőtlenség és a nyugdíjas társadalom szétszakadása ellen? Köszönöm képviselőasszony, megadom a szót a Rétvári Bence államtitkárnak. Parancsoljon, államtitkár úr! Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt képviselőasszony, tisztelt ház! Az ön szavait leginkább az önök egyik nagy szövetségese, Brüsszel az, amelyik cáfolja. Ön azt mondta, hogy a munkajövedelmükhez képest túl kevés az az összeg, amit a nyugdíjasok kapnak. Nyilván mindjárt azon dolgozunk, hogy nyugdíjasok nyugdíja minél magasabb legyen. Ezt van olyan kormányoknak sikerül megtenni, így a Fidesz-KDNP, amelyik 33%-kal tudta növelni a nyugdíjaknak a értékét és a vásárló értékét közel 10%-kal, míg az önök szövetségeseikkel együtt indulnak a választásokon, elvettek a nyugdíjasoktól egy havi nyugdíjat. Nos, ezeknek a növeléseknek az eredménye, hogy míg az Unióban átlagosan valaki a jövedelme 57%-át kapja meg nyugdíjként, 57, Németországban 46%-át kapja meg valaki a jövedelmének nyugdíjként, Magyarországon 64%-át. Tehát az 57%-os uniós átlaghoz képest magasabb 64%-át. Ha megnézi ön, hogy a relatív jövedelmi szegénység, azt mondja, hogy elszegényednek a magyar nyugdíjasok. A jövedelmi szegénység az Unióban a nyugdíjasok hány százalékát érinti? Az Unióban 14,2%-át érintette a nyugdíjasoknak a úgynevezett relatív jövedelmi szegénység. 14,2. Magyarországon 10. Alacsonyabb a nyugdíjasok között a szegénységnek kitettek aránya, mint az unión belül. Pontosan azért, mert olyan többleti juttatásokat is igyekszünk biztosítani, akár természetben, akár anyagiakban, amely segít a nyugdíjasoknak. Tisztelt képviselőasszony, ön minimál nyugdíjról, nyugdíjminimumról beszélt. 10%-ait érinti a nyugdíjasoknak ez a kérdés, és nyilván, aki több évtizedet dolgozott normál bejelentett munkahelyen 8 órás állásban, azok az őszinte pedig senkit, és azoknak a száma, ahogy mondtam, akik a nyugdíjminimumban érintettek, mint megállapított nyugdíjösszeg, ahogy mondtam, 10%, de még ezeknek a száma is egy év alatt felére csökkent. Az szerintem örvendetes, hogy azoknak a száma, akiknek magas nyugdíja van, másfélszeresére nőtt. És mindemellett azoknak a száma, akiknek a legkisebb értékű nyugdíja van, azoknak a száma pedig a felére csökkent. Tehát én azt hiszem, hogy mindenki számára egyre inkább a nyugdíjas évek nagyobb biztonságot jelentenek, mint az a kormányváltás előtt volt 2015. Köszönöm szépen. Köszönöm, államtitkár úr. Tisztelt országgyűlés, viszont válaszra megadom a szót képviselőasszonynak. Szépen, államtitkár úr, ön viccel.
hogyha egyetlen egy nyugdíjas kapna csak 28.500 forintot, akkor is szót emelnénk. Mit mondott az önök miniszterelnöke? Azt mondta, hogy egyetlen egy embert sem hagyunk az útszélén. Önnek fogalma sincs az árakról. Tudja ön az mit jelent, hogy 28.500 forintot kap 47.000 ember? Ön Brüsszellel példálózik, hogy Magyarországon az átlagbérnek hány százalék a nyugdíj. De ez nem mond semmit. Ez nem azt jelenti, hogy magasak Magyarországon az átlagbérek. Ez azt jelenti, hogy kevesek. Az átlagbéreknek is sokkal magasabbnak kellene lenni. És szégyen, hogy önök egyszerűen nem érzik azt, hogy a nyugdíjasok mennyire nehéz helyzetben van, mennyire nehéz helyzetben vannak. Önök ezek szerint nem ismerik, mi az, hogy nyugdíjas fogyasztói kosár. Ön nem tudja azt, hogy mennyi egy havi rezsi, mennyibe kerülnek a gyógyszerek. Fogalma sincs. Ön egyszerűen a minisztériumnak az elefántcsont tornyában él. Köszönöm, tisztelt országgyűlés, viszont válaszra megadom a szót államtitkár úrnak, parancsolj államtitkár úr. Tisztelt képviselőasszony, az ön javaslatai, amiket az előző időszakban a ön és az önökhez szövetséges pártok benyújtottak, csak rontottak volna a nyugdíjasok helyzetét. Az a nyugdíjszámítási mód, amit önök ellenzéki oldalra javasoltak, ha 5000 forintot vettek volna ki magyar nyugdíjasok zsebéből. Egy nyugdíjas számára az 5000 forint is tudja, tisztelt képviselő, lehet, hogy önnek nem számít, de egy nyugdíjasnak számít, lehet, hogy önnek egy matematikai képlet az jobban tetszik, de egy nyugdíjasnak az hátrányos. Mennyit támadták önök azt, amikor a nyugdíjasok 10.000 forintos Erzsébet utalványt kaptak? Hányszor korholták a kormánypártokat ezért? Amikor nyugdíjprémium volt, nyugdíjkompenzáció volt, önök ezek mellé javaslatok mellé oda tudtak állni? Azt a 12.000-18.000 forintot, amit a nyugdíjasok megkaptak, tudták támogatni itt a parlamentben? Nem, folyamatosan csak kritikával illették. Ami az ön matematikai képességeit, vagy nem tudom, torzításait illeti, ön az előző felszólalásában egy 350-szeres matematikai hibát vétett el, akkor, amikor arról beszélt, hogy mennyien kapnak Magyarországon nyugdíjmiatt, vagy mennyien nem. 350-szer akkora számot mondott képviselőasszony, mint ami a valóság. Lehet ilyen szolíd, lehet, hogy Gyurcsány Ferenccel versenyzik, és úgy gondolja, hogy ez abban a versenyben lehetséges. És képviselőasszony, ennyire a valóságtól elrugaszkodott vitában nehéz észrevenni, amikor 350-szeres tévedést vétel. Köszönöm szépen. Köszönöm államtitkár úr. Válaszát.